mérkőzésen a védekezés és a kapus teljesítménye nagyon sok fog múlani. A Szegednek rögtön a mérkőzés elejétől. Az meglepő, hogy Nagy Martin kezd a szegediek kapujában, és nem Mikler. Gondolom ez valamennyire visszautal a két csapat közti. García Andía. Bombács lő passzívnál, és már lefújják a játék, ez már Sipso után. Nincs még gól, ha találkozol. Jakja most már van. Elképesztő lövőcsel alul, mind a védő. Azt gondolom. Martin is érkezik, Ligetvári blokk, Ligetvári fejért nektek. Én úgy gondolom, hogy Kárásnak a feljövetelével, hogy nyitottabban feljön, ezzel megpróbálják a távolabb tartani, kicsit hátrébb szorítani, hogy messzebbről kelljen indítani az akcióikat. Fabregas szerzett gólt, aztán pedig labdát szerez a Telekom Veszprém, és Deszka lerohanáshoz sem márciusban, amikor 10-4-jel indította a találkozót a Veszprém, és 3 perc után ez a 3-0, ez megint elkezdi a cselezést, és ebben nagyon sok lehetőség van egyébként. Volt, hogy 37 és 39, összesen 76 gólt kaptak 60 perc alatt a Veszprémtől. Hát ha ilyen magasságokban jut most is a Telekom Veszprém, akkor nem sok esélyük lesz. Eldera, Jakja, és Fabregas körül elmegy a labda, elég nehéz helyzetben kapta volna. García Andía, Corrales! Jó. Bombács, Corrales megint, Margot hiába vetődik. Corrales próbál helyezkedni a falban, Sostarić ugrik be, és a kapufáról teszi a kapuba. Két csapat legeredményesebb játékosa a Bajnokok Ligájában, Sostár is 88 góllal, negyedik a BL. Másul ugye az már nem az első meglepő pontvesztése lett volna kárpáti csapatának, mert Gyöngyösen is pontokat hagytak. Nagynak is megvan az első védése, egy kis szerencsével a kapu fejt. A baloldalt ebben a rendszerben ki tudják használni, pont igen, erre gondoltam. Jelinics kapufa. Sok lehetőség van. Hol nem lett belőle. És a másik oldalom sem. Bombás dobja ki a pályáról. Ligetvári Patrik első góljával. Mácskovcsek. García Andía. Neki jól ment a BL párharc során. 5, illetve 6 gólt szerzett a két mérkőzésen a Veszprém ellen. A Szeged csapatának egyik legjobbja volt. És majd Eldera kifelé, nagy jobb remek védés tőle, Sostarić belőtte, és reméli még büntetésben is részesül. Sostarić azonnal oda megy számon kérni a franciát. Kaladas barátságosabb hangvételt üt meg, mert elég idegesek a csapatok. Casado indul be, hetes. Itt is lesz egy 2 perces büntetés. Kalarás. Igen, Veszprém oldal. Omar Jakja hetese. És gólja. 5-4 a Veszprémiek javára. Az elmúlt 5 rang. Casado remekül szerzi meg, de nem tudja megjátszani. Nyugtatni kell a kedélyeket. Még valaki lecsúszik, és van egy-egy ilyen meg nem szokott ütközés. Corrales védett remekül García Andía átlövésénél. Ez a Telekom. Deszka. Lehúzzák neki. Be is lövő. 6-4, visszaállítja a két gólos előnyét a bajnok. A túloldalra a labdát, ha itt megtartaná, igen, tehát ha ezen az oldalon hagyná, és itt próbálna dönteni, akkor jóval nagyobb esélye lenne. Jelini csak gólszerző, most kihasználta a létszám. Remélin. Leteszi még egyet tovább, szép játék a Veszprémiektől, Margucs kapufája. Martins. Pont.
Jahja. Remili ejtette ki, ritka a technikai hiba tőle. És negyed óra után megint tartja azt a taktikai. Nagy passz volt láb között, Eldere az üres kapura. Nem sikerül. Mint a korábbi években is, amikor itt a májusban tartott. Megint Jelinic. Nem lőtte be. Korá lesz az előbb szépen védett, most egy kis szerencse is kellett neki, hogy maradjon a 6-5. Eldere, Nagy Martin. Hát számos. Massado. Remélé, blokk, és bepördül a labda. Szerencsés volt szerint a Telekom Veszprém. Védelem velük. Remekül oda is áll Erci Andi elé. Deszkának van könnyű dolga. Újabb gól. Valahogy most már jó ideje úgy néz ki ez a párharc, hogy kavarót. Igen, beszorít, megpróbálják beszorítani ide őket. Illetve az időkérdésnél az volt, hogy a Matkovsetnek kell lejönni cserébe. Tehát a bal szélsőt hagyják. És hogy játszanak utána 6-6 ellen. Most hagytak egy átlövést már. Fantasztikus elzárás után Pes már megdobja ki. Kicsoda munkát végzett ennek a helyzetnek a megteremtésénél. Jakia gól szerző. De az érdem oroszlán része Pes már beké. Eléggé dadog a labda a szegedi kezeken. Passzív lett. És egy kínai. Ugye a két játéküres ügyes irányító. Igen, illetve ez ellen a védekezésen, ez a válasz, hogy a túloldali kettes elindul üres térbe, és az tulajdonképpen majdnem mindig szabadon van. Időközben egy hetes lőhet Jakia. Be is csapja Nagy Martin. 10-6. Közé tenni. Martins, nagy passz. Corrales, még nagyobb védés. Ezzel már 50%-os, ezt meg véd. Koszorotov jól vette észre, hogy vissza kell lépni. Stepancsics bejátszás, Sostarics. Viszonylag rendezetlen volt. 52 percekben. Sandel. Ő is góllal mutatkozik, mert bárki jön a padról, Veszprémi oldalon lő egy gólt. A játékosokon látszik, hogy mindenki duzzor az önbizalomtól, és nagyon magabiztosak. Bodó. Ő is góllal jelentkezik, most került a pályára, azonnal elvállalta az első lövést. Koszorotov. Kassado. Megint az orosz, megint a gólja. Újabb gyors közép. Megfújtak egy szám. Bombács. Bodó. Erőltetni a bejátszást, nem pontos. Deszka, Pesmálbek leüti, és zicsereshet. 14-8. Negyed óra után még csak 6-5-re vezet. Bombács. Stepancsics. Lőni kellett, és ő be is lőtte. Hát ott azért visszarántotta. Kassado nagyon könnyen bement. Bombács. Gáber nagyon magasan zár el. Aztán szabálytalan is. Itt még nem hagyták elvégezni a szabaddobást. Bombács is kap 2 percet. Szegedi oldalon érthető a frusztráció. Nem megy a játék, sok a hiba. Nincs egység a Kassado. Bodó. Tehát annyian vannak a veszprémiek, hogy hozzájuk patta, Fabregas kihagyja. Megállították az órát. Stepancsics gólt lő a Szeged. Sandel tovább teszi, Margucs visszahúzza. Nagyon gyorsan. Stepancsics, ez kapu mellé megy.
és ez a vége az első félidőnek, 16-10-es magabiztos. Eddig a Szeged értékesíteni tudta az ittszereit. A taktikailag, fizikálisan nyilván megvannak az eszközei, de az, hogyha egy játékos fejben, gödörben van, azt nagyon nehéz kontrollálni, és nagyon nehéz abba segíteni. Veszprém kapujában a második félidőben a szezon közben igazolt kapuvédő, ők kezéről perdül be a labda, Stepan Csics a gólszerző. Remélé, gól! És ugyanezt látjuk. Ez szintén egy olyan megoldás, amiről beszéltél. Hogy... Lesz is belőle egy helyzet, Primel. Eldera. Elmozog Fabregas, és belövi Fabregas. 7 gól. Tudom, hogy letolja a védőt, itt látszott, hogy túl tolta, ha úgy tetszik. Martins javít. Jakia. Macskovsek még egyel tovább. Primel és Jensen. Macskovsek, újra Jensen. Fabregas szedi a kipaccen. Fabregas szedi a kipattanót. Margucs, üres kapu. Martins húzná vissza. Nagyon gyenge. Jakia, Fabregas, nagyon finom. 20-12. Most, mintha éreznék azt a szándékot, hogy gyorsítják a labda ráhozását a szegedi védelemre. Stepan Csics. Macskovsek most elindult. Tovább is tette, Gaber. Tessék. Üres behozgás, Fabregas 7-es. Nagyon nagy különbség most. Gasper Margucs. Martins. Ott ragad a labda. Szeret. Meg kellett a Vax is. Jakia. Bodo. Stepan Csics viszi, és pattintja be. Remélé. Jó passz. Ellison. Nagyon könnyű ez a Veszprémieknek. Igen, ami baj viszont, hogy Jahia. 10 perc eltelt a második félidőből, csak nőtt a különbség. Ez viszont szép, Sostarics. Remélé elaludt a védők mögött, befutott a szélső. 4 gólos a szegedi. Azt hiszem, ma is csapat szegedi zavaró. Remélé. Nagyon kiugró egyéni klasszis teljesítmény nélkül vezet közel 10 gól alatt. Remélé, ezt most Mikler olvassa. Sostarics. Kihagyja az ordító zicsert. Remélé befelé. Egy leütés után könnyedén. Megoldotta az ellenfél féket tartását a Szeged, illetve voltak kihagyott helyzetek is. Azóta viszont beindult a házigazda, nagy passz Ellisonnak itt a követ. Martins. Macskovsek, ez nagy gól. Remélé Koszorotov, Ellison, nagyon szép játék, Mikler. Remek védés. Sterics kint kapta. Casado. Mikler. Martins. Ezt Jensen védi. Nincs síp szó, pedig talán az most elfért volna. Ellison. Belőtte. Bombács. Bele a blokkba. Casadoé. Egyel tovább. Ellison. Ó, micsoda le. Ütés. Csel. García Diáz elfekteti. Üres kapus volt, lőhet az izlandi. 16 perce játszik, és ez már negyedik gólja. García Diáz.
Láttok erre most bármi esélyt? Hát én nem, őszintén mondom. Most azért kezdtem el ezt a gondolatmenetet az előbb, hogy mi lesz a következő 2-3 meccsen. Nem lesz változás. Itt a hatoznak megint, és lőnek egy gólt Frimer révén. Az hiba. Frimer elviszi. Kalárás vissza. García Andia is érkezik. Kapufa lesz belőle. Ez azért elég jól megmutatja, hogy hogy áll pillanatilag a Pixeged. Szépen elcunderozta egy tekert lövése az óta. Ezeket, mikor erőből meglövi. Frimer. Na majd ő. Igen, eltette szépen. Könnyelműsködnie még nem kéne elkezdeni a Telekom Veszprémnek ilyen passzokkal. Casado. Még egy eladott labda. García Andia. Ott a védő. Ezzel együtt nem lövi be. Ebbe a mérkőzésbe. Pesmalbek. Belövi. Bombács, Bodó, milyen fürge lábbal cselezett visszafelé. Casado, Sander belép, megint gyors. García Andia, Gaber, hát most már azért az eredménynek is hatása van a játékra, nincs nagy védekezése itt se ott. Jobb oldalra játszotta. Meg is Koszorotov. Hátra fele volt a mozgás, inkább még előre, ez csúszott fölé a lövés. Gaber. Hát itt most már... Casado. Újabb hiba. García Andia. Megtartotta. Frimel. García Andia. Gól! Ebben minden dühe benne. Nem változtatott a lövő technikáján, taktikáján, de most belőtte. Rosszabb 4-5 perc, mint addig összesen a mérkőzésen. Ez viszont most szép. Vég! A második zicserét is hibátlanul bevarja. 32-24. García Andia. Frimel. Jensen. Igen, az első félidőben beszéltünk róla, hogy nehezen adják le a játékosok ezeket a passzokat. Nagyon égeti a kezüket, hogy kapura lőjék, főleg a kapusok meg a védőspeckók szoktak ebbe. Casado kifele nem vitte, majd most Casado. Jól kombináltak, gyors, egyszerű oldalpasszok. Ilyen kívül más nem nagyon maradt kérdés. A találkozó hajrájára Remili labdát szerez, Pesmalbek zicsert lőhet. És 9-el vezet. Ezzel a Telekom Veszprém, ezúttal is 35-ig vagy a fölé fog jutni a Veszprém a szeg. García Andia, Alisson lábát találja el, és szándékos a játékot. Magában bízott, de ilyen lövés lett belőle. Lesz Veszprém uralom így, viszont nagyon szépen dolgoztak, összeálltak, és kezdenek kijönni azok a problémák, amire azt gondoltuk, hogy az elejétől kezdve lesznek. Amiről beszéltünk, a jövővel kapcsolatos gondolatok a játékosok fejében valószínűleg elterelik a figyelmüket. Most nem azt mondom, hogy a Szegednek itt majd nyerni kell, vagy minden este. A Veszprém és az utolsó percekben az egyetlen kérdés, hogy lesz-e két számjegyű különbség. Szilágyi kapott egy labdát, ő is belőtte. Ők sem ezt szeretnék. Sandel megy be. Kapufa. Nem is fognak támadni a vendégek. 36-27, 9 gólos. Teljesen egy... A Szeged fejben ilyen marad, akkor nem kérdés, hogy a többi meccs is ilyen végkimen. Ez a klub, a nézők, hogy ne ilyen mérkőzéseket lássanak. István, feléd veszprémi szempont.